Több mint 300 versenyző vett részt a Szekszárdi Sportközpontban megrendezett 25. Széki kupán. A kupa az évek folyamán fogalommá vált a hazai karatésok körében, az ország minden pontjáról érkeztek sportolók a megmérettetésre. Az idei versenyen az ifjúsági korosztály képviseltette magát, 6-tól 17 éves korig korcsoportokba osztva mérhették össze tudásukat a versenyzők. Kis Bánk Botond a Bátaszéki Sportegyesület színeit erősítette, 8 éve űzi a sportot, heti 5-ször edz, aminek meg is van az eredménye, hiszen számos dobogós helyezést tudhat már magáénak. Először úgy volt, hogy édesanyám mondta, hogy menjek el egy edzésre, mert ugye én még először fociztam, csak ott nem volt olyan a közösség, és akkor így megláttam a karatét, és akkor mondtam, hogy ez az én sportom. És imádom, nem tudom, én beleszerettem ebbe a sportba, ha lehet így fogalmazni, egyszerűen imádom. Ezt így nem lehet így egy-két mondatba kifejteni, az a baj. Annak idején Nagy Ákos edző kezdeményezésére létrejött megmérettetés célja a sportág népszerűsítése és a hagyományteremtés volt Bátaszéken, amely valóra is vált, hiszen a Széki Kupa most ünnepelte 25. jubileumi évfordulóját. Már a helytörténeti jelentőségű sportesemény, amelyen generációk nőttek fel. Ez 1996-ban történt Bátaszéken. Aztán szép lassan eltelt 27 év, ugye a két év Covid időszak sajnos kimaradt, így lehet az, hogy most 27 év után a 25. Széki Kupát rendezzük, és a mai napon 300 versenyző gyűlt össze 24 klubból, és egyéni kata, azaz formagyakorlat és egyéni kümite, azaz küzdelem versenyszámba mérik össze tudásukat. Nagyon örülünk egyébként, hogy ebből a bátaszéki csarnokos kisversenyből egy országos, meghívásos verseny nőtte ki magát a Széki Kupa. Azt mondom, hogy ez az utóbbi 10-15 év sportpolitizálásának, kapcsolatépítésének köszönhető az, hogy itt a Szekszárdi Sportcsarnokban tudjuk most megrendezni ezt a rendezvényt. A korábbi években a veterán korosztály is képviseltette magát a versenyen, idén azonban csak a juniorok mérték össze tudásukat a megmérettetésen. Sajnos a Covid időszak a versenyzői bázist is egy picit megtizedelte, illetve a veteránok se úgy állnak most ez a kérdéshez, úgyhogy a szervezőkkel, illetve a Karate Szövetség versenyszervezői bizottságával úgy döntöttünk, hogy a junior korosztály lesz a legidősebb korosztály a mai napon. BSE-ből 29 versenyző indul a verseny, és hát nagyon reménytelen várjuk az eseményt, hiszen az utóbbi 2-3 évben sikerült kinevelnünk egy olyan versenyzői réteget, akiket mi most aranygenerációnak hívunk, akik országos szinten is nagyon jó eredményeket érnek el. És most voltunk pár héttel ezelőtt a Tatami Kupán, ami egy nagy nemzetközi verseny, ilyen 900, több mint 900 versenyző volt rajta, és a ponttáblán a bátaszékese a 4.-5. helyen végzett holtversenybe. Tehát az azt jelenti, hogy indokoltan várjuk azt, hogy a Széki Kupán ez a generáció jól teljesítsen. Nagy Ákos elmondta, hogy mint minden sportágban, úgy náluk is az utóbbi 2 év nyomot hagyott a sportolói gárdában, így olyan reformokat kellett létrehozni, amikkel újra vonzóvá tudják tenni ezt a sportágat. A Magyar Karate Szövetség is kitermelte, vagy azt kell mondom, hogy a versenyszervezők kitermelték a maguk szabályrendszerét és reformjait arra vonatkozóak, hogy újból visszaszólítsuk a gyerekeket a tatamira. Ez pedig a háromszintű versenyrendszer, tehát most ennek a kísérletét folytatjuk itt. Egy ABC szintű versenyzői rendszer dolgoztunk ki. Pontosan azért, hogy differenciáljuk az egy korosztályon belül versenyzők különböző fejlettségi szintjét, és mindenki megtalálja azt a szintet, amiben ő eredményes tud lenni, és mindenki sikerélményen zárja a versenyt. Az A szintű, a legeredmény, vagy a legmagasabb szinten versenyzők megtalálják azt, hogy szintén magas szintű versenyzőkkel tudjanak versenyezni, és magas szinten tudjanak versenyezni. A B és a C szintű, a középhaladó és vagy középszintű és a kezdőszintű versenyzők pedig magát a sikerélményt, hogy sokat mérkőzhessen kezdőkkel, és a végén biztos, hogy érmet kapjon, és ezáltal nem úgy fejezi be a versenyt, hogy őt gyakorlatilag legyőzték, hanem úgy, hogy így lehetőséghez jutott, és sikerélményként az érmet a nyakába akasztják. Ez egy nagyon fontos része annak, hogy minél tovább tartsuk benne a gyerekeket a versenyrendszerbe. Ugye amúgy is sok szűrő van, tehát továbbtanulások,
Nyilván az életkori sajátosságokból jövő demotiváció, tehát nagyon sok hatás éri a gyerekeket. Mi megpróbálunk ellene olyan hatásokat vagy olyan reformokat kidolgozni, ami bent tartja ezeket a fiatalokat a rendszerbe. A versenyre meghívást kaptak a nevesebb sportegyesületek versenyzői is, mint az UTE, MTK sportolói. A Dél-Dunántúli régiót Mohácsi, Dombóvári, Tolna, Faddi, Bátaszéki és Szekszárdi karate növendékek képviselték.